Amúgy én örülök, hogy Steve lett a főszereplő az Laura és Normanban, őszinte leszek. Engem, amúgy az ő érdekel. Persze, mert ő már több, ha háromszor többet él, több dolga van, amit tud nyújtani. Ja, meg ennyi tapasztalt, jó őt nézni, baszki. Viszont, ami a nagy gondoti poti, hogy hátul is van egy óriási nagy bünténhelyszín. Az a helyzet, hogy ti nem a bünténhelyszínt keresitek, hoppá, Cicike észre is vette. Bizony. Hogy fog az nagy harmadik? Itt úgy. Valami töli a madarakat, Steve. Látom, hogy itt bizony meg is falatoztak egy madarat. Úgyhogy ez nagyon nem játék. De ez hogy néz? Három ilyen izé is volt. Három. Mert itt nagyon nagy problémák vannak. Gyertek, menjünk be. Kutyának fingja nincs mi van, hogy mi történik itt. Teljes káosz. Amiről nem tudunk. Ilyenkor azért hálás vagyok a két okosnak, hogy betört az irodámba, mert hogy 15 darab ilyen kamerát tettem ide föl, a ház körül, mindenhová. Azért, mert a Steve azt hiszi, hogy betörünk a házába is. Ezt szeretem, látjátok? De amúgy terveztük azt is, de így akkor hát... így már nehezebb lesz. Kussolj már. Ővele kell szerintem kezdjük az elbeszélgetést, mert szerintem ő van az összes ügy mögött. Bizony. Jövök, megnézem a Nómi gyereket, hazajött a... Nem nagy házőrsők amúgy ezek a kutyák, azt vettem észre. Ezek nem bírnak utalérni semmit. Új iskolából borzasztóan tetszik neki, és nagyon fáradt, mert hogy már felvették az új suliban. Vagy hát lehet, nem tudom, megfenyegették a tanárokat, azt nem tudom, de lényeg, hogy felvették. Nem úgy volt eddig, hogy nem pont, hogy nem veszik fel? Hát csak érted, meg lett mozgatva pár szál. Ja, hogy eddig mamca beadta a jelentkezést, utána meg utána Steve is elment megkérdezni, hogy most akkor tényleg nem veszik fel. Jött az angyalka. Nézd mi meg, az? Légy szíves. Kaptál egy új webkamerát, 4K, csúszkál az arcod után, minden ilyesmi, szint stabilizál, és a legkomolyabb, ami most tesz győztes, és minden. Ez mennyi volt? 20K? Ez most amúgy... 20K! Jössz át egy webkamerával. Ember, 30 év veszek egy jó webkamerát. Ez a baj amúgy, hogy nem a Norman veszi ezeket magának, meg nem ő építi fel így szépen ezt, mert így azzal sincs képbe, hogy kb. Mennyit ér az a dolog, ami körülötte van. Ja. Hát most ez a 20K-t, és vagy ilyen, bazeg, két kezünket összetennénk egy ilyen. Most már amúgy ez a kamera jobb. Az jobb, bevallom. Az jobb. Amúgy nem látod a Normannak a streamét, tesó. Hallod, faszi feláll, az követi a kam. Követi. Azt a kurva mondom, tesó, milyen next level. Nekem Bence mutogatta azt a kamerát videóba, hogy miért akarnak rendelni, de én nem tudtam, hogy megrendelték. Nagyon extra, bro, nagyon extra. Ezt mondták a Geriék és a izének, a Laurának a webkamerájára a 7 évesre, hogy kurva jó lesz. Azt azóta ezt hallgatom az Isaac-tól meg mindenkit, hogy milyen szar a képe, meg ilyenek. Úgyhogy nekem nem kell itt a hamukázás, szépen ügyesen szerejtek. Mennyibe fájt már a véleményed nekik? Bász meg. De amúgy nagyon szerettem őket ettől függetlenül. Mindenki az ő hasásimogatja, az fix. Úgyhogy mostantól akkor official jössz Párizsba, úgyhogy ahogy szeretted volna, úgyhogy akkor. Elvittelek volna már. Én inkább úgy mennék el. Mondom, jössz meg. Bárcsak jönnének a Fatima, Bea, ugye anyáik is, Normi is, meg mindenki, tudod? De bárcsak. De ez most komoly? Szóval, lehetne. Csináljunk ilyen családi kirúccanást? Steve az kivisz 10 embert hallod izébe. Párizsba. Kivisz 10 embert. Kiviszi Párizsba mindegyiket. Egyszer el kell mennünk nekünk is nyaralni, tesó. Nem... Kéne már. Nem lenne jó ezek valami. Oglival megyünk a... EB-re. Nem, én nem azt akarom. Én chillt akarok ott. Megint csak hangzavarva, minden valami. Egy kis fasz a tengerpart, csak ki akarok feküdni, de szesszelgetni, vágod. A tengerre eljutunk, ez fix. De az a baj, én még sose voltam a tengeren. De eljutunk. Bíz benne. Eljutunk egyszer a tengerre. El. Így legyen, tesó. Én nekem az álmom tényleg, hogy lássam egyszer a tenger. Ne te vigyél el oda, úgy akarok már. Volt lett volna lehetőségem az ex-emmel is kimenni a tengerpartra. Én azt mondtam nekik mindig, hogy gyerekek, nem megyek veletek. Én amikor először fogom látni a tengert, azt úgy akarom látni, hogy megdolgoztam érte saját pénzből, saját izé, és ott vagyok. De chat, egyszer intézzük a tengert. Nem úgy mondtam, hogy majd kifizetem én, mert nem pénzből megyünk ki, hanem tudod, mit csinálunk? Kistoppolunk. Az jó content, és akkor streambe látnám először a tenger. Stream. Az nagyon megható lesz nekem, csak amikor ott vagyok a tengernél. Nekem ez tényleg nagy dolog, srácok. Ezt klippeljétek ki. Ha nyáron eljutunk a tengerhez, ezt most klippeljétek ki, nekem ez óriási dolog lesz. Még életemben nem voltam ott is, nagy cél látni a tengert. Én nem kaphatok egyet, amúgy. Hát de? Szevasz, Barcsos. Szevasz. Figyelj, csak kérned kell. Szerezzek egy ilyet, de neked is? De miért? Már nem streamelek. Nekünk is kéne egy ilyen pacsi, hát ne baszd már fel, milyen vagány egy ilyen pacsi, egy ilyen egyedi. Jó,
Szevasz, öreg, rég láttalak! Mi van vele? Gyere ide! Gyere ide, öreg, mi van vele? Sátes, öreg, mi van vele? Jó vagy? Mi a... Ez nem van. Lehet így. Csá, tesó! Te nem éli bele az ember. Szevasz, mi van vele? Szevasz, fia helyzet, hogy van? Szevasz. Jó vagy, gyerek? Na, meddig jön? Na, szerintem meddig jön? Ne! Figyelj! A kölyök! Az figyelj, körbe! Hülye! Körbeautózza! Azt figyeled! Setup mögött, basszok. Ez amúgy annyi lehetőséget ki... Ez nagyon konkrétan Norman, hogyha ezzel Norman neked nem lesz 10 000 átlag néződ, akkor nem értesz a streameléshez, hát bazeg. Ezzel bármit tudsz most már csinálni, ez nagyon kemény. Be tud járni az egész szobába. Konkrétan. Uaj, figyelj Ice-nak is, hogy szeretne Ice is egy ilyen jó kis kamerát. De ilyet hey, még bro. Az amerikai streamernél se látsz, vágod. Ez én ilyet még életemben nem láttam sehol senkinél. Hey, yo, bro. Na most csak leülök oda, jó srácok. Ilyet még nem láttam, tesó. Drága barátom. Barátom. Figyelj csak, el kell mennem. Milyen sportos felső? Rekuska, küld már. Kíváncsi vagyok. Tik, hogy felcsapta az öreg. Apuskám. Papca füst. Normi gyerek rámadta a kis Louis tréner. Képzeld el, hát gyanakodtunk egy kis macsekra. Hát nem is kicsire, de itt tudod, ez a, van egy ilyen macsek, olyan, mint egy rókatod, ilyen nagy, ilyen pofa szőre van a macsák, valahogy a kócs az embére felvenni, hát mondom, megnézem már ezt a kis élményt, hogy mondom, hogy szedi szét, vagy hogy kapja el. Középre rakom el, középre komponálnád már, Bence, létszeres, középre komponálnád már papcát. Minek van felvéve még az irodának a fele? Utálok középre komponálni, bro. Egy YouTube videóban az jó amúgy, ha középre komponálsz. Ez sas. Komolyan mondom, azt pusztítom. Főleg, hogyha csak így beszél, azt így. És sasoli meg a madarakat. Anyád! Tépkedik! Ez a Norminak a foci kapujába, ott a hálójába becsavarodott. És jöttünk haza valahonnan, és már napok óta ott volt szerencsétlen kis sasfiók a étlen szomjan. Kiszedtem, betettem a garázsba, hogy a macskát nehogy elpusztítsák meg ilyesmi. Csináltam neki fészket, etettem, stb. Aztán utána elengedtem. Hát ő nem ment el. De ez ugyanaz, gondolod az ugyanaz, hát persze megismerem, ugyanaz. Egy az egy bogyomat. Védi akkor a területeteket. Hát képzeld, de most nem csak két kutyánk van, tudod, hanem van egy sasunk. Meg nézd, nézd a kompozíciót csak, mert én tényleg értek el ezt, Bence, de tudom, hogy te is, csak nézd, itt akkor Steve-et a jobb oldalra kellett volna komponálni, mert kifele néz a képből. És ez idegesítő a nézőnek. Tehát vagy középre, vagy akkor, hogyha erre néz, akkor jobb oldalra, meg kifele néz így a képből. Bencére néz. Bencére néz. Igen, de Bence meg kint áll, és így nem, ez sokkal jobb, ha befele néz a képbe. Hát Cicikét elvitték az orvoshoz, ota meg itthon maradt egyed. Jaj, hogy ő is ez. Ez mi? Jó, jó, Mamca! Mamca! Oly, hogy megijedt a sastól! Te jó ég! Ebben a családban már... Ez egy boldog és hosszú párkapcsolat házasság titka. Hogy meg kell ijeszteni a másikat? Nem, mindig pozitív, mindig nevetni kell, mosolyogni, érted? Ja. Kipróbáltad már az új cangámat? Rakadtam bele szlájmokat, kivetettem a belsőket. Szlájmokat? Igen, figyelj! Nagyon durva különben, applikációról tudok mindent vezérelni, és már nincsenek kábelek, látod a váltónak, hanem kis aksik vezérlik a motort, itt is van egy... Ez durva, hogy egy bicikli, nagyon meg lehet figyelni az emberiség fejlődését is, amúgy nagyon komoly. Nagyon komoly. Megy a váltás. Régen egy ilyen biciklit mutattál volna apámnak, mondjuk. Első bringázása. Nem hitte volna el, hogy ez mi. Azt hitte volna, hogy egy űrhajó. Ujj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 j
itt tudod bekapcsolni. Jó, hogy ezt be kell kapcsolni. Igen. Csak ezt meg kell nyomni. Igen. Mi ez a jel? Mi, a hogy határ, mi? Vagy mi? Nem. Ez nem tudtad, hogy mi ez a jel? Nem. Hát az a Specialized Evo Levo Turbónak a jele. Az a ez a világ legjobb bringája, karbon bringáknak a bringája. Fé, ez olyat lépik, elmondom neked. Fé, az ülést is tudod magadnak állítani a magasságát. Istenem, még ő akar eljönni bringázni, érted? Az annyira típus idegen neki a bringa, hogy beszarás. Tényleg nem áll jól a bringa neki, bevallom én ja, is. Ja, hagyjad már meséidet! Figyelj, ne ülj lezúzd itt a vasat vele! Jó. Beragad a kabák, ne szakítja jól. Na pattints oda neki! Spara. Visszafele?
Na valami egykerekezni, vagy valami? Jaj, hogy szeret oda néz menni. Mert biztos tud egykerekezni a Laura. Igazi csajosan fordul, figyelj, mi a házat leveri. Akkor elkeresed. Na mi van, ennyit tudtál? Na ne szórakozz, hát itt van váltó, meg minden. Na gyere, akkor megmutatom, hogy hogy kell bringázni. Na erre kíváncsi akkor vagyok. Akkor megvan őrülve ezért a bicikliért. Na csak felkapja egy kerékre a Steve. Fel. Tudjátod egyébként. Az honnan kell, figyelj. Neki futásból. Úgy értem, hogy 200-zal előttem elsúlni. Van rajta sisak? Na apa, gyorsíts be. Ja nincs, azt hittem. Oh, shit! És már hogy felhájpolódott, nagyon nagy az fogsz. Ez így volt. Profarolt egyet. Mondtam, majdnem. Mindig igazam van. Itt van Zalánka, a Bencének az öccse. Hello! Ki az a török pacek, te szerettem? Chillo Slide Pizza, olyan, mint a cipő, érted? Feltérképezzük a telepet, és megmondjuk, hogy figyelj, szeretnénk kérni egy Chillo Slide sajtos szalámis, nem tudom, pizzát. Hát vagy csak egy Chillo Slide pizzát. Egy Chillo Slide pizzát, kíváncsi jó, vagyok. Király. Sajtos szalámis templom pizzát, hogy mit mondod? Milyen érdekes az élet, hogy mi? Hát vagy csak egy Chillo Slide pizzát. Egy Chillo Slide pizzát, kíváncsi jó, vagyok. Jó, király. Tehát Ice, látod? nem is tudta, hogy hozzám szólt, és mondom, az Ice-ot mondod? Hogy milyen érdekes az élet, hogy kitaláltok egy 24 órás live-ba, hogy én a Chillo Slide-ba becsúsztam a videóba, és most már ilyen kis szemfüles, okos kis étterem tulajdonosok ügyesen ellopták az ötletet, és Chillo Slide-os pizzát csinálnak. De tényleg! Amúgy elképesztő. Le van védetve nekünk a Chillo Slide, kérjünk tőlük egy kis zsetont, vagy ilyesmi. Ó, dehogy nem. Hívjuk fel a Steve-et, a faszom. Hívjuk fel az ügyvédeket. Bálint, te OG vagy, tudom. Ezt az ötletet komolyan... Csak a szab lenne, jobban emlékeznék rád, de... Vigyetek így, így, egy így emlékszek. Aranymatricát ajándékba. Figyelj, viszünk egy ilyen kártyát, jó, az... és fölragasszuk gyakorlatilag oda a pizza pultra. Mit azt arra gondoltam én. Hogy legyen akkor ez official. Így van. Gújtár, hát hogy nem emlékeznék, tesó? Ne viccelődj. MC-sti fanboy, 24 órás streame, ott volt este is. Emlékszem rátok. Na, a szlogennyével valaki csinál egy pizzát, annélkül, hogy minket megkeresett volna, nyilvánvaló, akkor már, figyelj, ha már úgy legyen kövér, akkor már reklámozzuk be. Ez a minimum, így van. Mi van? Mi? Ez hülye! Hát ki? Hívjuk az ügyvédeket, azt küldjük rájuk az adóhatóság. Elmondom, csak mi a baj. Csórók vagyunk. Mások a mi ötleteinkből megszedik magukat, akiknek bizniszük van, el tudnak valamit adni. Mi meg csak itt ülünk, az baszhatjuk. Iratkozzatok már fel pár alit. Kíváncsi vagy, hogy milyen lesz a pizza? Én éhes vagyok. Olyan. Én nagyon éhes vagyok ám különben. Na jó. Hát jó lenne, hogyha valami jó kis pizzát tényleg kitaláltak volna. Annak én is ürülnék. Kérdés, hogy lehet, hogy Chillo Slide pizzát esetleg van. Chillo Slide pizzát esetleg van. Azt nincs is Kamu, pizzájuk! Kamu! Get busted shit! Hát az gatya. Az, ez egy kibaszott legyen. Most hard még nagyobban, eddig felbasztam magam, most még jobban felbasztam magam. Ez hard el, tesó. Ez milyen TikTokon láttuk. Ez a tököli 104, nem? Így van. Az az én kezem, az tény és való. Fró nem emlékszik rá, izé. Hát baszod! Ne volt rogozva, lehetne, hagyjad már szegény. Akkor miért hirdettek, hogyha nincsen pizzátok? Várjál, várjál, beleáll most a kizé, Chillo, figyeld, figyeld, hallgass. Az az én kezem, az tény és való. Figyeld. Akkor miért hirdettek, hogyha nincsen pizzátok? Van. Pillanatra kihagyott a szíve a faszinak. Figyeld. Slide-os. Chillo. Nem tudom, mi az a Chillo. Ott van a TikTok videóban. Jó. Duros lelki egyet, Steve-am! Mutasd meg! Azt ismerted azt az úri embert, aki csinálta ezt a videót? Hogy a viharban nem. Ki az? Én vagyok egyébként a fejlesztő pizzaséf. Ezek az én receptúráim, az én ötleteim. Tudok nektek pizzapapucsot készíteni, egy kicsit most több idő, mert elfogytak úgymond az alapanyagoljaim. Azt fel kell gyorsan töltenem, és szeretnétek enni. Hát figyelj, szerettünk volna mondjuk nem egy óra múlva, mert ilyesek vagyunk. Aha. Meg gondoltuk, hogy megkóstoljuk milyen a... De kellemetlen. Ááá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 á Ez a csávó azt se tudja, hogy két okos, és úgy árul le két okos pizzát, meg sírt. Hát mert marketing, mert tudják, hogy izé. Hát ez basz fel! Kurva vagy. Az eredeti Chillo Slide pizza, de hát akkor ezek szerint ez nem sikerült. Viccelek. De egyébként 2-3 perc. Jó, akkor megvárjuk, szeretnénk egyet, jó? Ez egy esernyő.
Hallod, fiam, ez olyan, mint hogyha nem is tudom, egy ilyen mexikói kalap lenne rajtad. Viszont itt van a csillószlágy papucs pizzát, igazából ez inkább pizza. Én kérhetem úgy, hogy ez legyen egy ilyen pizzát. Hogy becsinál? A Steve az oda rakta a faszit vágat? Az igen, hallod, majd megtanít. Jó, de most meg már teszi az agyát. Most le lett állítva a kamera, volt egy vágás, most megbeszéltük, most már teszi az agyát, dobálja be az meg a tésztát, mint hogyha ő szarta volna a spanyol tésztát, hogy mi a faszom. Azt a mindenit. Azt hogy ez G. Figyelj, azt kell mondjuk, hogy adjuk a nevünket ehhez a helyhez, egyre jobban úgy látom. Áj, de látod, ezután volt egy vágás, megmutatta, hogy 400 ezer feliratkozó, Steve megmutatta, hogy 370 ezer vannak. Az a baj, hogy Steve az lesz, mert neki már nem kell pénz, érted, meg itt tudom én, ő már bármit, bárhogy. Telibe szarja. Ja, telibe szarja. És mi vagyunk az ilyen izé, spúrgecik? Mi azok vagyunk? Elkészült a Silló Slide-os pit. Fogadom, hogy ez undorító, tesó. Akkora izé, ez egy tészta. Ez itt egy papucs tulajdonképpen, ez egy római papucs, és itt van, úgymond, ez a kis rész, ide kéne bedugni a lábadat. Normi gyerek bepusszantotta, hát nagyon ízlett neki. Milyen volt egyébként? Meg sem tudod egészen, annyira ízlett neki. Láthattunk egy kis előadást és pörgetés, minden, tényleg. Jól laktam, igazából én alapból nem vagyok egy nagy evő, 4-3-at elpusztítottam, szóval mindenki finomtam. Óriási. És ott a pult mögött, ott van az úriember, aki csinálta gyakorlatilag a TikTok videót, és az a helyzet, hogy... Ott van a professzor, a master. Aha, meg észrevette! Figyelt, hogy belenézett a kamerát. Gyakorlatilag a TikTok videót, és az a helyzet, hogy meghívott minket. Meghívott, nem kellett kifizessük, és majd itt lesz Silló Slide-os pizza, meghívott egy vízre, úgyhogy látod, emberek közé kell menni, és majd mindjárt elmesélem a kocsiba. Jó, viszont ebből mi azért majd kérjük. Látod, fiam, milyen érdekes az élet, hogy bejövöm, hogy... Lehet, hogy már azok azok fizettek. Nem, szerintem megvette. Lehet már az öfé a cég. Cseso, lehet már az TV a cég, vágod. Lehet már szlovákba átment az a pizzéria azóta. Mikbe van Norman, baszod? Azt a kur... Na jó van, megyünk haza, mert a Norman gyerek robban egyet a spanyaival. Köszönjünk el szerintem. Köszönjünk is el. Nyomjad. Na figyeljetek akkor, hát köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogy tetszett. Nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok föl, de iratkozzatok föl, mert hogy közel vagyunk a 400 000 feliratkozóhoz, és ezt szeretnénk minél hamarabb elérni, úgyhogy mindenkinek nagyon-nagyon csodálatos hétvégét kívánok, jó idő lesz, legyetek sokat a szabadban, innen folytatjuk, hogy tisztelettel mindenkinek. Van, hosszú hétvége van, használjátok ki, jó időt is mondanak, csokolok, mindenkit, én Normi voltam. Én Steve, sziasztok! Sziasztok. Ay, 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 ay,